A vállalat 1993 óta van jelen Lukácsházán és folyamatosan fejleszt. Immár 26 ezer négyzetméteren működik a gyógyszeripari csomagológyártó üzem. A legutóbbi egyben legnagyobb volumenű beruházás alapkövét 2022. októberében tették le, ezzel új fejezet kezdődött a cég életében. Az új csarnokban egy teljesen új termékcsalád előállítása folyik. És nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hiszen 30 év után egy olyan mérföldkövet ünnepelhetünk itt, ami gyakorlatilag egy teljesen új termékcsaládot hoz ide. Ez ugye az előre tölthető üvegfecskendő gyártásnak az indítását jelenti. És az hosszú távra meg fogja valószínűleg határozni ennek a gyárnak a jövőjét, és ezáltal egy hosszú, stabil jövőt tudunk kívánni és mutatni mindenkinek, azt gondolom a saját cégcsoportunknak is, de a Lukácsházának és a régiónak is. A fejlesztés legfontosabb üzenete, hogy számít az emberek egészsége, fogalmazott köszöntőjében Frank Heinrich vezérigazgató. Andreas Reisse, a SOT Pharma ügyvezető igazgatója beszédében kiemelte, hogy a régió és a vállalat számára is történelmi pillanat a csarnok átadása, amely 120 új munkahelyet biztosít. Ezzel Svájc mellett Magyarországon is megkezdődik az üvegfecskendő gyártás. Az ünnepségen megjelent és beszédet mondott a külgazdasági és külügyminisztérium helyettes államtitkára is. Napjainkban sokaknak már távoli embernek tűnhet ez a bizonyos koronavírus járvány, azonban a Covid megjelenése mégis egy rendkívül figyelmeztetés volt az egész emberiség számára. Egy olyan figyelmeztetés, ami egyértelműen bebizonyította, hogy soha nem tudhatjuk, mit hoz volna. Mert az emberi egészség számít. A vállalat hitvallásának felmutatásával adták át hivatalosan az épületet. A beruházás 28 milliárd forintból valósult meg, amelyhez a magyar kormány 3,3 milliárd forint támogatást nyújtott.